A 12 és 18 év közötti fiatalokra kell a családon belül a legjobban odafigyelni. Ez nem könnyű, mert a tinik hétköznapjait sokszor csak felületesen ismerik a szülők. A most elindított program leginkább a családtagoknak nyújt segítséget. A rendőrség nem egy igazságtevő olyan szempontból, hogy ha a gyerek rossz irányba ment, akkor majd a rendőrség vissza fogja terelni. Van erre számtalan más lehetőség. Itt arról van szó, hogy ha a szülő azt érzi, hogy az ő kezéből kicsúszott a gyeplő, akkor mi meg tudjuk azokat a társszerveket is nevezni, ahova neki ahhoz célszerű fordulni, hogy ez a gyeplő vissza tudjon kerülni az ő kezébe, és jó irányba tudja terelni a saját kis csemetéjét. Az osztályvezető szerint a szülőknek attól nem kell tartaniuk, hogy a saját gyermeküket feljelentik a rendőrségen. Úgy szoktuk áthidalni, hogyha valaki megkeresi az adott kollégát, egyből fogja mondani a kolléga, hogy semmiképpen ne mondjon konkrét nevet és címet, hanem csak egy jelvisikon kérdezze meg, hogyha ilyet tapasztal valaki, akkor mit tenne, vagy mit lehet tenni. Ilyenkor ki van véve ez a méregfoga a történetnek, és gyakorlatilag ez a kolléga konkrétan el tudja mondani, hogy az adott szituációban mit lépjen a szülő. Győr-Moson-Sopron megyében 5 rendőrségi összekötő fogadja a szülők bejelentéseit, akik tanácsokkal látják majd el a családtagokat. Én bűnügyi tevékenységet is elláttam, tehát nyomozóit. Ennek keretében is volt rá példa nem egyszer, hogy megkerestek, vagy utcán, iskolákból a gyerekekkel való kapcsolataim révén szülők megkerestek. Inkább csak tájékozódásképpen. Én azt tapasztaltam, hogy akinél tényleg nagy a baj, ők nagyon nem. Tehát inkább akik kapizsgálják, hogy a gyerekekkel valami probléma van, inkább ők jelentkeztek, és sokszor meg tudtuk fogni így a gyermeket, már mint nem bűnügyileg, hanem így az egész karrier útján. De azok, akikkel már tényleg nagy a baj, eddig nem kifejezetten fordultak így rendőrséghez. A rendőrség pontosan azt várja ettől az új drog megelőzési programtól, hogy a mélyebbre süllyedt fiatalok szülei is jelentkeznek majd. A rendőrségi munkatársak elérhetőségei megtalálhatók a police.hu weboldalon.